Ezt mondja a mi Urunk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen. Isten hozta a kedves testvéreket, szeretett gyülekezetet, jó dolog újra együtt lennünk az Isten házában, és azzal a különleges hálaadással lehetünk együtt, hogy körünkben köszönhetjük Pap Richárdot és szüleit, keresztszüleit, akik eljöttek, hogy gyermekük a keresztség sákramentumában részesüljön. Ennek örömére készülve énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén 329. dicséretünk második versét, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. A mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus mielőtt mennybe ment, tanítványaihoz lépett, és ő maga parancsolta meg, és hatalmazta fel az ő tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket. Kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, és tanítsátok őket mindarra, amit én megparancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok, minden napon, a világ végezetéig. Richárd keresztelésének alkalmához hadd olvassak hozzá még egy mondatot a 127. Zsoltárból, a harmadik verset. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Foglaljuk helyet, testvérek! Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Ezt mondja a Zsoltáros, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha az eredeti szövegét tanulmányozzuk a Zsoltárnak, egy furcsaságra lehetünk figyelmesek. Ugyanis, hogyha megnézzük, hogy az ajándékot jelentő szó hogy hangzik az eredeti szövegben, akkor a szónak az alapjelentése az az, hogy örökség. A gyermek örökség. Teljesen érthető ez a megfogalmazás. Ugyanis Isten népe úgy indult neki a maga történelmének, hogy Isten kiválasztott egy házaspárt, egy férfit és egy nőt, Ábrahámot és Sárát, és adott nekik egy ígéretet, hogyha rálépnek arra az útra, amelyet ő felkínál nekik, akkor arra a földre, amelyre elvezeti őket, úgy tekinthetnek majd, mint a leendő örökségükre. És persze a jövőre és az örökségre könnyű gondolni akkor, amikor az embernek vannak gyermekei. Csak hogy ennek a párnak nagyon-nagyon nehezen született gyermeke.
olyannyira, hogy arról kezdtek beszélni, talán Ábrahám felesége nem is képes arra, hogy gyermeket fogadjon. És ez volt az első fontos tanítás, amit ez a nép kapott Istentől, hogy a te léted kezdettől fogva egy csoda. És kezdettől fogva egy döntés a mennyből. A gyermekek nem csak úgy születnek, nem véletlenszerűen, nem besikerednek, ahogy néha szoktuk ezt mondani. Minden életnek Isten a teremtője, és Isten döntése az, hogyha megszületik egy kisgyermek a világba, és ezzel jövőt kap egy család. Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy amikor Izrael elfoglalhatta a maga országát, akkor családonként felosztották a földeket, egy család, egy föld, és egy családnak akkor volt biztosítva a jövője, ha volt kire a földet ráruházni, hiszen megérkezett a következő generáció. Örökség és gyermek tehát szoros kapcsolatban van. A valóra váló ígéretek, a beteljesedő jövő záloga a kisgyermek. És éppen ezért áldás, éppen ezért ajándék, éppen ezért jutalom. Talán úgy érezheti az az ember, aki keresi az Isten akaratát és az neki engedelmes életet, hogy talán eznek a gyermeknek a megszületése jutalom az én hitemért. Jutalom az én álhatatosságomért, és jutalom azért, hogy az Isten akarata szerint élek. De egyben ez kijelöli az én küldetésemet is. Hiszen az örökséghez nem csupán a föld tartozik hozzá, hanem annak a földnek a lakóinak van egy megbízása. És Izrael azt a megbízást kapta Istentől, hogy tanítsák a világot az igaz Isten tiszteletre és az igaz Isten imádatra. És amikor a szülők és a keresztszülők ki fogják nyilvánítani hallható szóval, hogy ők azt akarják, hogy a gyermek a keresztség sákramentumában részesüljön, egyben ígéretet is tesznek, hogy ezt az akaratukat majd neki elmagyarázzák, és megértetik vele, hogy miért akartuk ezt neked, hogy neked van egy örökséged, amit keresztjén hitnek nevezünk, és ez nem egy elvont eszme, hanem ez lehet a te személyes hitvallásoddá, a te személyes küldetéseddé. És azt kell, hogy mondjam, hogy ígéretes a történet, hiszen néhány napja találkoztam a fiatal emberrel, Richarddal és szüleivel, megbeszéltük a keresztelésnek a részleteit, és mondhatom, hogy komoly konferenciát folytattunk, a gyermek is nagy elánnal vett részt zsenge kora ellenére a párbeszédben, tehát mondhatjuk azt, hogy azért egy nyitottsággal fordul ehhez a történethez. Adja Isten, hogy a szülőkkel együtt ez egy jó együttműködésnek legyen az ígérete. Hiszem és vallom, hogy ha egy dolgot el tudtok neki magyarázni, amiről beszéltünk is, hogy az, hogy ő él, az annak a következménye, hogy ti szeretitek egymást. És ezt a szeretetet kaptátok. Egymást is kaptátok ajándékba, akkor hiszem, hogy ez a szeretet át fogja járni az életeteket. És micsoda a szeretet lényegét tekintve? Maga Isten. És hogyha Isten átjárja az életeteket, akkor Richard is biztosan meg fogja érteni, miért is olyan fontos dolog a hit, és hitvallóként hiszem, hogy meg fog köztünk jelenni, és a gyülekezetnek nagy örömöt fog okozni az ő hitvallásával. Így legyen. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnap feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, arra hívunk és bátorítunk benneteket, hogy hallható szóval és lelkiismeretetek szerint feleljetek az alábbi kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Imádkozzunk! Nagy hála van a szívünkben, látva Richárdot, hallva az ő kis hangját, látva az ő szüleinek boldogságát, a gyermekkel megáldott házasságkötést. Köszönjük, hogy ő köztünk lehet ma. Szeretnénk azért könyörögni, Urunk, hogy Te kísérd ezt a családot kegyelmeddel és szereteteddel. Bátorítsd a szülőket és keresztszülőket a hitük megélésére, a hitük megvallására. És Te áld meg Richárdnak a növekedését, a kiteljesedését, hogy előtted és emberek előtt való kedvességben kiteljesedve lehessen öröme, jövője, reménysége, ígérete és öröksége családjának és a kicsit nagyobb családjának is, ami szeretett keresztjén anyaszentegyházunknak. Áld meg őket, és legyen az ő életük, Richárdnak az élete is, a te nagy neved dicsőségére. Ámen. Gyülekezet. Egy gyors hirdetés, egy gyors szolgálati közleményként hadd jelezzük, hogy gyermek felvigyázó testvérünk jó reménység szerint megérkezett közénk, ezért, hogyha vannak köztünk olyan gyermekek, akik jobban éreznék magukat és felszabadultabbnak a gyermek istentisztelet alkalmán, akkor nekik van lehetőségük, hogy az ének éneklése alatt levonuljanak a megszokott helyükre. Ez az ének pedig legyen 294. dicséretünk, ezzel készüljünk az ige hallgatására. Jézus, vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, olyan nagy dolog, hogy a te színed előtt állhatunk. Várhatunk a te szavadra, és te megszólítasz bennünket. Te ismersz bennünket, ismered a mi szívünket, ismered a mi élethelyzetünket, a problémáinkat. Amikor látjuk a kitörési pontot, és amikor egészen reményvesztetté válunk. Amikor leírunk magunkban dolgokat, és amikor belekapaszkodunk a felcsillanó reménybe. De hol van a realitás? A realitás, amit az emberek mondanak, vagy a realitás, ami a menny felől megszólalhat számunkra? Ha önmagunk helyzetére tekintünk, nekünk bűnös embereknek csak a büntetés és a halál és a szenvedés volna a realitás, a gyűlölet következményeinek kiteljesedése. De a te szereteted fordulatot hozott ebbe a világba, és fordulatot hozhat az életünkbe, és elindulhatunk valami egészen új felé. Urunk, ha kedves neked, áld meg ezt az Isten tiszteletet is. Könyörülj rajtunk, bűneink ellenére is. Töltsd be a mi szívünket, lelkünket a te szent lelkeddel. Tisztogass, gyógyíts, újíts bennünket, Urunk, és szólíts meg a te irgalmas beszédeddel ezen az órán is bennünket. Amen. Isten igéjét olvasom, és a Szentlélek áldó jelenlétét remélve hirdetem a gyülekezetnek, mely megírva található János evangéliumának harmadik részében, a harmadik rész első 7 versében. Foglalja el a helyét a gyülekezet, és így hallgassuk az igét. János evangéliumának harmadik részében, az első 7 versből így szól hozzánk az ige. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak hogyha Isten van vele. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember újjá, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, ha ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, van egy bibliai történet, amely ehhez a beszélgetéshez, ehhez a történethez nagyon közel áll. Fontos történet, több evangélista is megörökítette, és mindegyikük valami kis személyes hangsúlyt hozzátett a történethez. Így volt ezzel Lukács evangélista is, aki szintén egy találkozást, egy beszélgetést jegyzett le Jézus életéből. Egy ember ment hozzá, akiről tudjuk, hogy vagyonos ember volt, és talán még fiatal is, bár az evangélisták ebben egy kicsit eltérnek egymástól, de összességében a gazdag ifjú történeteként ismerjük ezt az eseményt.
melynek lényege egy ember, és akkor legyen ez egy fiatal ember, elmegy Jézushoz, és megkérdezi tőle, hogy mit kell ahhoz cselekednie, hogy üdvössége lehessen. Erre Jézus azt mondja neki, tartsd meg a törvényeket, és üdvözülsz. Ő akkor így válaszol, jó-jó, uram, de melyik törvényekre gondolsz? Hát, hogy ne ölj, ne paráználkodj, tiszteld apádat és anyádat, fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot ne tégy, és ne kívánd azt, ami a te fele barátodé. Ó, uram, én ezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. És azt olvassuk, hogy Jézus kezdte megkedvelni ezt az embert, és amikor Jézus elkezd megkedvelni valakit, akkor elkezd őszintén beszélni vele. Nem mintha azokkal nem lenne őszinte, akik mondjuk távolabb vannak tőle, de ismerjük azt a fajta teljes nyíltságot. Amikor tudjuk, hogy valakivel megvan az a bizalmi viszony, hogy kimondjuk őszintén, amit gondolunk. Nem becsomagolva, nem előkészítve, nem finomítva, nem túlempatizálva, hanem a maga nyers valóságában. Ami egy kicsit alkalmas arra, hogy fölrázzuk őt, egy kicsit alkalmas arra, hogy valódi tükröt tartsunk elé. Hiszen amikor a tükör egy picit szebb képet mutat annál, mint ami, hogy kellene, akkor azzal az a probléma, hogy nem valódi tükör. És sokszor, ha nem érezzük azt, hogy a bizalom teljes a másik emberrel, akkor nem mondjuk ki teljes egészében azt, amit gondolunk. Nem fogalmazunk olyan sarkosan, amennyire egyébként az ő érdeke lenne, hogy sarkosan fogalmazzunk. És Jézus számára eljön ez a pillanat, úgy érzi, sarkosan fogalmazhat, és azt mondja ennek az embernek, egyetlen egy dolgot kell megtenned ahhoz, hogy üdvözülj. Add el minden vagyonodat, és a pénzt oszd szét a szegények között. És azt olvassuk, hogy ez az ember megszomorodik, nem képes lemondani erről a vagyonról, és hát amilyen önbizalommal, és amilyen reménységgel jött Jézushoz, olyannyira talán vert hadseregként távozik erről a találkozóról, és Jézus mond is egy ilyen mondatot, hogy bizony a gazdag embereknek különösen nehéz üdvözülniük. De a tanítványok föltesznek erre egy kérdést. Uram, ha azt mondod, hogy a gazdag embereknek különösen nehéz üdvözülniük, hát akkor ki üdvözülhet igazából? És a kérdés maga jogos, hiszen a gazdagság az a korabeli gondolkodásban áldásnak számít. Aki gazdag, az többet kapott az Istentől. Talán a szülei érdeméért, vagy azért, mert az illetővel van egy nagy terve Istennek. Hogy gondolhatjuk azt, hogy a gazdagság gátja lehet az üdvösségnek? Hát nem arról van szó, hogy a betegség, a kiszolgáltatottság, a szegénység az büntetés, és akkor az egészség, a gazdagság, a sok-sok gyermek nyüzsgése a házban az áldás. Hogy van ez, uram? Ki üdvözülhet valójában? És ekkor Jézus kimondja, embernek ugyan lehetetlen, de Istennek lehetséges. Embernek ugyan lehetetlen, de Istennek lehetséges. Felolvasott igénkben van egy visszatérő szó. Úgy mondanánk, hogyha nyelvtani előadást akarnánk tartani, hogy egy segédige, amely képességet, lehetőséget fejez ki a szövegben. Azért lehetséges, hogy te csodákat teszel, Uram, mert nyilván az Atya küldött téged. Nyilván az ő megbízásából szolgálsz mi közöttünk. Tudjuk, hogy az Istentől jöttél, innen származnak a te csodáid. És erre Jézus meg se várja a kérdést, hiszen azt sejtjük, hogy itt egy kérdés motoszkált Nikodémusban, hanem elmondja azt a választ, amire szerinte Nikodémusnak a legnagyobb szüksége van. Ugyanaz a történés, ugyanaz következik be,
Jézus őszintén szembesíti azzal, hogy mi az ő életének a legfontosabb kérdése. És ezt velünk is olykor-olykor megteszi az Úr, és mi ezt úgy szoktuk megélni, hogy ez valami kíméletlen dolog. Hogy az Úr kíméletlenül szembesít azzal, hogy mi a legnagyobb kérdésem, mi a legnagyobb problémám, mi a legnagyobb próba az életemben, mi a legsúlyosabb bűn, ami megbéklyózza az életemet. De testvérek, ez az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, hogy nem kell találgatnom, nem kell formálnom a kérdésemet, mert még ajkamon sincs a szó, de ő már tudja, hogy valójában mi dolgozik bennem. Nem kell megszülnöm magamból azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is a gond az én életemmel. Jézus tudja ezt. Tudja azt, hogy Nikodémus késő este érkezik, ez a teológiai beszélgetéseknek az ideje, nyilván egy érdekes teológiai kérdést akar feltenni ennek a különleges tanítónak, ennek a különleges rabbinak. De ő nem akar teológiai értekezésbe belefolyni. Ő egy dologra vágyik, segíteni akar ezen az emberen. És kimondja neki, hogy újjá kell születned. Ha nem születsz ugyanis újjá, akkor lehetetlen, hogy meglásd az Istennek az országát. Nem leszel képes bemenni. És akkor visszakérdez, hogyan lehetséges az, hogy én ismét megszülessek? Vén ember létemre visszamenjek az anyám méhébe? Miről beszélsz te, Uram? Hogyan lehetséges mindez? És ez a hogyan lehetséges, ez a mi életünknek egy rendkívül központi kérdése. A lehetőségeinkkel ugyanis nagyon-nagyon sok nehézségünk és problémánk van. Hiszen a lehetőség az olykor-olykor úgy mutatkozik, mint egy kulcs, amely megnyithat előttünk ajtókat. Lehetőségem az, hogy van valamiféle tehetségem. Lehetőségem az, hogy vannak kapcsolataim, hogy bejáratos vagyok bizonyos helyekre, hogy bejáratos vagyok bizonyos emberekhez. Ugyanakkor ez a lehetőség felhívja arra is a figyelmemet, hogy másra viszont nincsen lehetőségem. Hiszen lehet, hogy van valamihez tehetségem, de máshoz viszont nagyon nincs. És amennyire megkönnyíti az életemet a tehetségem, annyira meg is nehezíti a tehetetlenségem a másik oldalon. Amennyire jó, hogy vannak bizonyos kapcsolataim, és van bejárásom, annyira nehézség, hogy viszont most egy teljesen másik típusú kapcsolatra lenne szükségem ahhoz, hogy boldoguljak. Tehát a lehetőségek olykor-olykor a szabadságunkkal szembesítenek bennünket, olykor-olykor pedig a korlátainkat mutatják fel az irányunkba. És ezek a lehetőségek, ezek nagyon erős hatást gyakorolnak mi ránk. Kihatnak az önbizalmunkra. Amikor úgy érezzük, hogy vannak lehetőségeink, és élni is tudunk a lehetőségeinkkel, és meg tudjuk ragadni az esélyt, akkor óriási önbizalmunk van, és mosolygunk, és ilyenkor készülnek rólunk életünk legjobb fényképei. Hú, de jó, milyen jó formában vagyok, mennyire halad az életem, és mindenki látja rajtam, hogy hát igen, ő azért jól él a lehetőségeivel, jól kezeli azt a kártyaleosztást, ami jutott a kezébe a pakliból. Ugyanakkor, hogyha azt érzem, mint amikor én szoktam néha kártyázni, és én nagyon hálátlan kártyapartner vagyok, ugyanis nagyon nehezen értem meg a szabályokat, és ahogy befejezzük a partit, el is felejtem, de azért időnként szoktam próbálkozni a kártyázni szerető társakkal, és meglátom a lapokat, hát ezzel nincs mit kezdeni. Hirdessük meg a győztes, mert hogy az én nem leszek, az biztos. Legegyszerűbb, hogyha kiszállok a történetből. Mert vannak olyan helyzetek, hogy nem érzem azt, hogy tudnék valamit kezdeni a lehetőségeimmel. Mintha nem is lehetőségek lennének, hanem felkiáltó jelek. Ennyire tehetetlen vagyok. Ennyire erőtlen vagyok. Ennyire képtelen vagyok előrelépni. És ez kihat a reménységemre. Kihat a világképemre. És lehet, hogy egyébként
objektíven nézve tele vagyok lehetőségekkel, de valójában én úgy érzem, hogy teljesen kilátástalan az életem. Oscar Wilde írta azt, hogy pesszimista az az ember, aki panaszkodik a zajra, amikor a lehetőség kopogtat. És ez tényleg így van. Tehát van, amikor mi a lehetőség kopogtatását is csatazajnak éljük meg, ami megfélemlít, ami megbénít, ami megállít engem a kibontakozásban. És az a legrosszabb az egészben, hogy ez még az Isten képemre is kihat. Ha jól mennek a dolgaim, haladok az életemben, és többé-kevésbé megfelelek annak a standardnek, ahol egy korombeli férfinak vagy nőnek tartani kell, akkor úgy gondolom, hogy hát az Isten is jó hozzám egyrészt, másrészt Istenben is látom azt a hatalmat, hogy ő tud lehetőségeket és eszközöket adni az emberek kezébe ahhoz, hogy boldoguljanak. De valahogy, amikor elfogynak a lehetőségeim, amikor beszűkül a látásom, amikor tehetetlennek érzem magam az életemben, akkor hirtelen az Isten is elkezd összezsugorodni. Rajtam még az Isten sem segíthet. Rajtam még az Isten sem segíthet, ugye? Embernek lehetetlen, de Istennek lehetséges. Soha se felejtsük el ezt a mondatot. Ha én elérek a falig is, és úgy érzem, hogy nincs tovább, lehet, hogy maga az Isten fog a tenyerén átemelni a fal túloldalára, és megnyitja előttem a tovább menetelnek az útját. Annyira visszatérő kísértése ez Izraelnek is. Meghódítják az ígéret földjét félelmetes katonai sikerekkel, egy nem éppen harc edzett néptől. És érzik, hogy velünk van az Isten. Érzik a győzelmet. De azért azt is érzik, hogy hát azért ezt mi értük el. Azért az én karom harcolt abban a háborúban. Tegyük hozzá, hogy amikor Istennek a rendeléseit nem tartják be, akkor a vereséget szenvednek, hogy zörögnek, de azért alapvetően, amikor engedelmesek az Isten akaratának, akkor mennek előre a dolgok. És Józsué könyvének a végén olvasunk egy nagyon furcsa dolgot. Józsuénak föl kell hívni a figyelmét, hogy emberek, az Isten nektek adta ezt a földet. De ti Isten mellett döntötök ezután is. Vagy majd elkóricáltok más Istenhez. Tegyétek, menjetek nyugodtan a kananeusok isteneihez, de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. És akkor természetesen egy hatalmas felkiáltás van, egy gyönyörű tömegjelenet, hollywoodi filmbe kívánkozó pillanat, felüvölt a nép, mi is veled tartunk, az Úr a mi Istenünk. Csodálatos, és szinte az ember hallja a fanfárokat, amikor, mielőtt megjelenne a stáblista, gyönyörű jelenet, tényleg filmbe kívánkozó pillanat, de tegyük hozzá, hogy amikor ugyanez a nép fogságba kerül, elhagyott minket az Isten. Teljesen reményvesztettek. És igazuk van, emberi realitás szerint, akiket Asszíria, Babilónia elvitt fogságba, azok a népek megsemmisültek. De Izrael kivétel volt. Mert ha embernek lehetetlen is, Istennek attól még lehetséges. És Jánosnak van egy ilyen nagyon fontos tanítása, hogy ő szembesíteni akar bennünket, hogy különbség van az emberi és az isteni realitás között. Ha emberi realitás szerint nézzük ezt a beszélgetést, Nikodémus és Jézus messze menően nem egyenrangú tárgyalópartnerek. Nikodémus a farizeus, képzett teológus. Mondhatjuk, hogy papírja van arról, hogy ő komoly teológiát végzett. Vagyonos ember, a zsidó nép egyik vezetője, tagja a Sanhedrinnek, annak a bizonyos testületnek, ami majd később magát Jézust halálra ítéli.
Mondhatjuk, hogy egy országgyűlési képviselő, de mivel ott még a jog nem vált szét ilyen szinten, azt is mondhatjuk, hogy a legfelsőbb bíróság tagja. Hiszen akinek a peres ügye a legmagasabb szintre jutott, az bizony a jeruzsálemi legfelsőbb bíróságon találta magát. Egy hatalmas, vagyonos, köztiszteletbe álló ember szembe áll egy vándor tanítóval, akit úgy ismernek, hogy egy názáreti ácsnak a fia. Egy vidéki gyerek. De az isteni realitás felől nézve a különbség nem is lehetne nagyobb. Hiszen hiába van tele Nikodémus lehetőségekkel, befolyással és hatalommal, a realitás mégis az, hogy Jézus segítségére van szüksége. Mert amikor az üdvösség lesz a kérdés, akkor ez az ember bizonytalanná, esetlenné és tanástalanná válik. Csak Jézus segíthet ő rajta. Ugyanez ismétlődik Jézusnak a perében. Jézus és Pilátus. Nem válaszolsz a kérdéseimre? Tudod, ki vagyok én? Én vagyok itt Róma. Bocsánat, én vagyok itt az Atya Úristen. Amiről én döntök, az lesz. Az én szavam a törvény. Ha azt mondom, hogy elmehetsz, akkor te kisétálsz. Ha azt mondom, hogy meghalsz, akkor te meghalsz. Pilátus, semmi hatalmad nincs felettem. Csak egészen addig, amíg az én mennyei atyám hatalmat ad a kezedbe. És ide tegyünk egy felkiáltó jelet. Ugyanis az, hogy én nekem vannak lehetőségeim, az már Istennek az ajándéka. És az, hogy én kezdeni is tudok ezekkel valamit, az pedig Istennek a gondviselése. Amikor ő felhívja a figyelmemet, hogy ezzel az adottságoddal ki tudsz nyitni magad előtt egy ajtót. És bár úgy érzed, hogy nincs kiút a jelenlegi élethelyzetedbe, én mégis mutatok neked egyet. Óriási dolog ez. De azt is vegyük észre, hogy van egy nagyon-nagyon fontos mondata ennek a szakasznak. János 3-ba ezt olvastuk, 6. vers, ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. És ezen a ponton átbillen a beszélgetés. És ezen a ponton minden beszélgetés átbillen. Mert a testi realitásoknak megvannak a kőkemény korlátai. Megvannak a sziklaszilárd keretei. De lélek által ezekből a keretekből van kitörési pont. Ezek a keretek lehetővé teszik, hogy én nagyon nagy karriert fussak be ebbe a világba, hogy én nagyon sikeres legyek, hogy én nagyon jó házasságot kössek, hogy én nagyon meggazdagodjak, hogy nekem nagyon sok gyerekem legyen, hogy nekem szobrot avassanak az ország főterén. Mindet elérhetem. De az üdvösséget Jézus Krisztus tudja adni. Mert az a lélektől van, az a lélektől való születés. Felülről adatik. Ez a szó, ami újjá születés, az újjá, ez azt is jelenti, hogy felülről születés. Isten tudja ezt megadni. Ezért van az, amit Pál apostol is határozottan megval. Kegyelemből van üdvösségetek hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem a ti jó cselekedeteitekért, hogy senki se dicsekedjék. Nem eléred, nem kibontakoznak a lehetőségek, kapod kegyelemből. Pál tudja a legjobban. Megvoltak a lehetőségei, tudás, tehetség, befolyásszerzés, jó vezetői adottságok, szervezőkészség, és mire használta? Írtotta a keresztjéneket. És amikor ez az ember Isten kezébe kerül, és felülről születik, és újjászületik, a legnagyobb igehirdető lesz. Ugyanazt a tudást, ugyanazt a teológiai ismeretet használja, ugyanazt az elszántságot, ugyanazt a kélelhetetlenséget, ugyanazt a határozottságot, ugyanazt a vezetői képességet, csak immár Isten dicsőségére. És innen ismerjük meg az újjászületés ajándékát, hogy a lehetőségeim, az adottságaim
Isten dicsőségének a szolgálatába állnak. És ha te valójában, Nikodémus, érteni akarod a lényeget, felülről kell születned, víztől és lélektől. Be kell hullania a szívedbe a mennyei magvetésnek, meg kell tisztulnia a lelkednek a bűntől, és meg kell születnie a lelkedben a hitvalló küldetéstudatnak, hogy igen, az én szívem már egy új szív, és ez az új szív innentől Isten dicsőségére és Jézus ügyéért dobog. Ahogyan a keresztelős család is megmondta, kaptak egy küldetést, ezt a kis embert Isten dicsőségére kell nevelni. Óriási feladat. Van rá lehetőség. És testvérek, egy dolgot ők nem fognak tudni neki megadni. Azt, amit csak Isten adhat. De ami az övék, amik ők már megkaptak, azt viszont meg tudják mutatni a gyermeküknek. És fel tud ébredni benne a vágy. De jó lenne, hogyha nekem is lenne üdvösségem. És az ember minél közelebb van hozzá, annál fájdalmasabb, hogy még nem az övé. Annál erősebben hat. Mint amikor egy hangszer elhangolódik. Ha durván elhangolódik, akkor még jól is szól. De ha csak egy icipicit, pár herc, világfájdalom. Egy picit elhangolódott orgonasíppal tömeget lehet oszlatni. Vége van az Isten tiszteletnek, bekapcsolja a kántor, és futás van kifele, mert borzalmas, bántja a fület. Csak egy picit nincs a helyén a dolog. És borzalmas feszültséget generál. Majdnem jó, de ez a majdnem, ez rettenetes fájdalmat okoz. Amikor előttem van a kincs, amire szükségem van, egy üvegajtó mögött, még látom is, de az üvegajtó be van zárva. Karnyújtásnyira volna, de nem érem el. Mekkora fájdalom ez? És mekkora irgalom az, amikor Isten helyre hangolja a sípot, és megszólal a harmónia. Mekkora irgalom az, amikor Isten kinyitja az ajtót, és a kezembe adja az ajándékot. Ezt hívjuk úgy, hogy felülről születés. Ezt hívjuk úgy, hogy újjászületés. És ezt el tudja végezni az életemben Isten. És mindaz, ami most nekem még zavaros, és kérdéses, és hogyan használjam, és mit kezdjek vele, mind a helyükre kerülnek, és szép sorba az életemben minden értelmet kap, és elkezdek menni egy olyan úton, amin tulajdonképpen mindig is járnom kellett volna. Helyemre kerülök, és az Isten áldásában kiteljesedek. Beszélgetni kell ehhez Jézussal. Oda kell menni a kérdésemmel. Oda kell mennem a félelmemmel, a kétségemmel. És hagynom kell, hogy megszólaljon, mert ő meg fog szólalni, és megmutatja számunkra az újjászületés útját és a lehetőségeim kibontakozásának drága ajándékát. Mert ő maga az út, az igazság és az élet. És ez az út, és ez az igazság, és ez az élet az Atyához vezet mindnyájunkat. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy a te kezedben lehet az életünk, a te kezedbe tehetjük a kérdéseinket, a szorongásainkat, a lehetőségeinket, és várhatunk tőled útmutatást, várhatjuk a te ígéreteidet, és megtapasztalhatjuk az életünkbe, hogy te ki tudod nyitni a bezárt ajtókat is. Urunk, olyan sokszor érezzük azt, hogy szűkek a keretek, és nagyon sok ajtó zárva van. Bezárult az egészségemnek az ajtaja, és szorít össze a betegség, és gyötri a testemet. Bezárulnak emberi kapcsolatok, és elvágódnak szeretett kapcsolatok a gyászban, egy-egy távolra költözésben,
egy-egy csalódásban, és ott marad bennem a fájdalom és a kétségbeesés. Urunk, vigasztalj minden betegünket és minden gyászolónkat, és te erősítsd azokat, akik ápolják a betegeiket, akik ott vannak a szeretük mellett, és aggódnak, és gondolkodnak, és készítik, és igyekeznek, és olyannyira fáradtak mindebben. Kérjük a te áldásodat, vigasztalásodat és kegyelmedet mindazokra, akik keresik az újjászületésnek útját. Nyisd meg a szívüket, nyisd meg a szemüket, te adj nekik drága, felülről való születést, víztől és lélektől való megújulást. Így könyörgünk egyházunknak megújulásra váló szegleteiért, felelős lelkipásztorokért, akik talán Jeremiásként reményvesztetten, de tűzzel hirdetik az igét. Áld meg őket, vigasztald őket a kudarcaikban, és nyisd meg kapukat számukra, ha kedves ez neked. Te áld meg minden magvetést, szószékről szóló evangéliumot, hogy jó földbe vettessék a mi szíveinkben. Hiszen tőled való beszéd, az ige, újjáteremtő lehetőség, megújulásnak ajándéka. Így áld meg egész egyházunkat, lelkipásztorunkat és egyházunk lelkipásztorait, egész közösségünket, közösségünkért fáradozó munkatársakat és mindnyájunkat. Áld meg a boldog embereket, gyermek születik, házasság köttetik, bővül a család. Olyan nagy dolog ez, dicsőség érte neked. Te légy mindnyájunknak drága kísérője, vigasztalója, bátorítója, pártfogója. Légy velünk, Urunk, ígéreted szerint, most és minden időben, hogy lehessen a mi életünk te dicsőségedre élt élet. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 231. dicséretünket énekeljük annak első és második versével. 231. dicséretünk első és második versét énekeljük. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Thank you.
Kedves testvérek, hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a következő héten szokott rendben megtartjuk alkalmainkat. Hétfő este 6 órakor beszélgetős bibliaóra lesz a tanárstermünkben, 7:30-tól pedig a felnőtt konfirmandusaink köre tovább folytatódik, bár a konfirmáció megtörtént, de az egymás iránti hűség és az ige iránti kíváncsiság nem lankad az ő szívükben. Nyitott kör ez, bárki, akinek kérdései vannak, a lehetőségeit elemzi, van lehetősége arra, hogy ehhez a körhöz csatlakozzon. Szerda délelőtt 10 órakor az asszony testvérek találkozására kerül sor. Jó bejáratott alkalom ez, nyitott mindazon asszony testvérek számára, akiknek erre idejük és lehetőségük van. Este 6 órakor pedig áhítat lesz gyülekezetünkben. Pénteken 17:30-ra várjuk fiatal testvéreinket ifjúsági alkalomra. Hirdetem, hogy gyülekezetünk lelkipásztora Verkesi Gábor nagytiszteletű úr jelenleg Káposztásmegyeren tartózkodik, ahol egy vizsga istentiszteleten a megye küldötteként tagja a vizsgabizottságban, így ő most ott van szolgálatban, de távollétében is szeretettel és áldás kívánással gondol a gyülekezetbe. Mi is gondoljunk így rá, Isten hozza vissza őt közénk épségben. Ma este 6 órakor hirdetem, hogy a Kálvin téri református templomban egy gyönyörű koncertre kerül sor, a központi református kórus fog énekelni, Berkesi Boglárka és Erdélyi Dániel vezénylésével. Ezen a hétvégén zajlik a református zenei fesztivál, ez lesz a záróakkord, fényesre hangolt sípú orgonákkal és egyebekkel, úgyhogy ilyesmitől abszolút nem kell félnünk, úgyhogy amennyiben a mennyei harmónia örömeit kívánjuk élvezni, vár bennünket este 6 órakor a Kálvin téri templom. Azt is hirdetem, bár még egy picit távolabb van, június 10-én, ez egy vasárnap, 10 órakor istentiszteleten adunk hálát ezért az évért, amikor a családok, gyermekek, fiatalok között tudtunk munkálkodni. Családos, hittanos tanévzáró istentisztelet ez, bár jól tudjuk, hogy nekünk keresztény emberek számára nincsen nyári szünet, az Isten országa nem megy 2 hónap szabadságra, de azért az évnek ezt a ritmusát is tiszteletbe tartva várjuk a családokat, gyermekeket, így leszünk együtt ezen a különleges és szép Isten tiszteleten. Legyünk hálásak azért, hogy szabadon hirdettetik a gyermekek között az evangélium, és gondoljunk imádságra ne csak a magvetőkre, hanem azokra is, akiknek a szívébe próbálják hinteni az ige magvakat. Szent Háromság vasárnapja van ma, záróénekünk ezért 241. dicséretünk legyen, énekeljünk valamennyi versével, legutolsó verset szokásunk szerint fennállva. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten a magas mennyekben. Thank you.
Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy a ti fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Isten áldása kísérjen mindnyájunkat, legyen szép vasárnapunk, és az ő dicsőségére történjen minden, ami életünkben. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!